Kedd, június 11. Egészség bármi áron? Menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének. Azt mondja az Úr Dávidnak, a te atyádnak Istene. Meghallgattam a te imádságodat, láttam a te könyvhullatásaidat, íme én meggyógyítalak téged, harmadnapra felmégy az úrházába. 2 Királyok, 20. fejezet, 5. verse. Ezékiás Istennel szerzett tapasztalata olyan eseményeken vezetett át, amelyek során a saját egészsége vált a vita központi témájává. Miután megtapasztalhatta, hogy Jeruzsálemet megoltalmazta az Úr Sénakhérib hadaitól, a proféta által üzenetet kap arra vonatkozóan, hogy fel kell készülnie a halálra. Rémülten könyörög élete meghosszabbításáért, ami be is következik, de sajnos a nyomorúságára válik. Kétség kívül mindannyian hallottunk már ehhez hasonló hírt bizonyos vizsgálatok nyomán. Áttétes, végső stádiumú rák. Az egyik testvérem 33 évesen kapott ilyen diagnózist. Egy éven át küzdött a betegséggel, rémisztően hat egy ilyen hír. De álljunk meg csak egy pillanatra. Az ehhez hasonló helyzeteknek számos oka lehet, mint például az életmód, de lehet örökletes oka is, amint az is, hogy Isten megengedi az életünkben ezt a próbatételt. Az orvosok hősies küzdelmet vívnak a betegekért, és a tudományt is a szolgálatukba állítják. De még az ilyen helyzetek közepette is Isten gyermeke élje derülátóan az életét, és bizalmát nyeri abból, hogy Isten még a hajszálaink számát is ismeri. Minden nap lehet egy győzelem, egy szép tapasztalat, ami növelheti Istenbe vetett bizalmunkat, várva a történelmi megoldást a bűn következményeire. Sokan azok közül, akik Krisztus segítségét kérték, saját maguk okozták betegségüket. Krisztus mégsem fordult el tőlük. Amikor Krisztus ereje átjárta a betegeket, felismerték bűneiket, és sokan nem csak fizikailag, hanem lelkileg is meggyógyultak. Tekintsük teljes bizalommal nagy gyógyítónkra, és a mai napon is hagyatkozzunk rá, hogy megláthassuk jóságát és közbelépését még a legapróbb dolgokban is. Végül örökre meg tudjuk szabadulni mindentől, ami beárnyékolja egészségünket. Vegyük észre Isten jelenlétét, és adjunk hálát neki.